Sziasztok! A múltkori alkalmon felbuzdulva, hogy úgy tetszett nektek ez a háztartási elfogyottas videó, gondoltam, hogy összegyűjtöm újra ezeket a termékeket és megmutatom őket. Egy ilyen nagy strandtáskával összegyűlt termékről lesz most szó, úgyhogy hát lesz egy pár mondani valóm, remélem, hogy tetszeni fog nektek. Igazából nem lesz sorrend ebben a videóban, tehát össze-vissza fogom mutogatni a termékeket, ahogy éppen kiveszem ebből a zsákból őket. Na, az első rögtön legyen egy olyan, amiről már ezerszer beszéltem nektek, ez a Denkmitnek a fertőtlenítő kendője, imádom, most is van egy halommal a szekrényben, felbontatlan is, meg bontott is van, mert nagyon-nagyon szeretem, ez most éppen a citrumos, grapefruitos illatú, és ez a legjobb fertőtlenítő kendő szerintem a világon, szerintem veri a Rossmannnak a Domol saját márkását, ez a Denkmit, ez én úgy gondolom, hogy jobb. Kipróbáltam a DM saját márkás szintén Denkmit ilyen színfogó kendőjét is, mert nagyon gazdaságos volt az ára, talán 1000 forintba kerül és 50 darab kendő van benne. És úgy gondoltam, hogy hát szeretném látni, hogy mit tud. Na most én nem mosok együtt olyan színeket, amik esetleg összefoghatják egymást, de azért a biztonság kedvéért minden egyes mosásba teszek egy ilyen színfogó kendőt, és hát éppen emiatt, tehát annyira nem releváns a véleményem, de még így is azt mondom, hogy ez nem annyira hatékony, mint a többi társa, már csak abból kiindulva is, hogy amikor ezt a piros csomagolásosat, most olyan nem fogyott el, hogy nem tudom megmutatni, de mindegy, tehát amikor a piros csomagolásos színfogó kendőt szoktam használni, azon sokkal jobban látszanak a színek, mint amikor ezt kiveszem a mosásból. Úgyhogy hát nem tudom nektek megmondani, mert tehát tényleg nem fogták össze egymást a ruhák, úgyhogy nem lehet rá panaszom, de valahogy mégis azt jobban szeretem. Aztán van itt egy ilyen mosásmentő, ez a Dr. Beckman márkájú, ami ugye arra való, hogyha esetleg valamit így összemosol, akkor ezzel újra át kell mosni, és akkor így kiszedi a színét. Na most nekünk van egy olyan pólónk, ami, hát nem az enyém, tehát ez egy férfi póló, de fehér és fekete csíkos, és egészen konkrétan a fekete csíkok átfogták a fehér csíkokat, és nem lett fekete, meg semmi, csak nem lett az a gyönyörű szép hófehér. És emiatt ezzel ugye újra mostam, és gyönyörűen kifehérítette, úgyhogy nem lehet rá panaszom. Egyébként ez csak az első három mosásnál okozott problémát annál a pólónál, most már nem, gondolom, most már kijöttek belőle azok az anyagok, amik így megfogták, de utálom az ilyet, mikor tényleg egy csíkos ruha van, és akkor az egyik szín fog, hihetetlen. Aztán van itt egy felmosó folyadék is, ez a Cif-nek a Flower Cocktail illatú felmosó folyadék, ami egy ilyen, hát itt még kicsit talán lehet látni, egy lila színű, nagyon-nagyon szép lila színű felmosó folyadék, hihetetlenül jó illata volt, úgyhogy én ezt nagyon szerettem, ilyen kis virágos illatú, és egyébként olcsóbb, mint a Domestosnak a levendulása, amit szintén nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy ha valami olcsóbb alternatívát kerestek, akkor esetleg ezt vegyétek meg, mert tök jó tényleg, nem csíkoz meg semmi, úgyhogy jó kis felmosó folyadék. Elfogyott egy halom öblítő, őszintén szóval rengeteg öblítőt elhasználtam mostanában, pedig nem adagolok szerintem sokkal többet, hát lehet, hogy többet adagolok, mint amennyi a szükséges volna, de nem sokkal többet. Na mindegy. Elfogyott egy ilyen szilán öblítő, ez egy rózsa, olaj és bazsa rózsa illatú volt. Hihetetlen jó illata volt, nagyon jó volt, viszont szerintem ez kifutó termék volt, mert akciósan vettem, úgyhogy valószínűleg tök jó volt az illata, és nagyon sokáig benne is maradt a ruhákba, úgyhogy majd lehet, hogy fogok még nézni ilyesmiket, mert ez eddig nagyon tetszett. Aztán elfogyott ez a sárga Lenore, ami a Summer Breeze illatú, hát ez jó sokáig tartott, mire elfogyott, mert ez egy 2 literes kiszerelés, és ennek is jó illata volt, hát nyilván, hogyha már egyszer megvettem, akkor jó illata van. Egyébként én meg szoktátok szagolni az öblítőt a boltban, mielőtt megveszitek, mert én mondjuk mindig megszagolom. Na mindegy, úgyhogy ez is jó volt, viszont ennek nem volt annyira tartós az illata a ruhákban. Aztán állandó kedvencem természetesen a Coccolino, úgyhogy abból is van itt egy darab, ez a jázmin illatú, és ennek hihetetlen fantasztikus illata van, de valami extrém szuper. Most is Coccolinot használok amúgy, de most ezt a narancsosat, mert Ádám azt vette a múltkor, annak is szuper illata van, imádom a Coccolinot, nagyon-nagyon jó, és tényleg tök tartós az illata, és illatozik a lakás, amikor mosok,
imádom. Aztán elfogyott egy ilyen Denkmit mosogatógép tisztító. Ezt úgy kellett használni, hogy lecsavartuk ezt a tetejét, itt volt egy fólia, azt le kellett róla tépni, utána vissza kellett csavarni a tetejét, vagy nem is kellett lecsavarni. Igen. Itt a tetején volt egy fólia, azt kellett letépni, és ezt így bele kellett állítani így a mosogatógépbe, vagy az evezkeztartókosságba, vagy bárhol máshova, és el kellett indítani üresen egy mosogatást. És kitisztította a gépet, azt írják, hogy ezt azt hiszem, hogy 2-3 havonta kell megismételni. Nem volt úgy koszos a mosogatógép, meg nem mosogatott csúnyábban, mint előtte, de azt gondoltam, hogy hát szeretném azt megelőzni, hogy egyáltalán csúnyán mosogassam. És emiatt próbáltam ki, és én meg vagyok vele elégedve, mert csillogott-villogott utána a mosogatógép, úgyhogy teljesen tökéletes volt. Elfogyott egy a már megszokott Denkmit fürdőszoba tisztítómból. Nagyon-nagyon szeretem ezt a fürdőszoba tisztítót, azóta beszereztem ugye már az új adagot is, mert ez tényleg egy tökéletes fürdőszoba tisztító, nagyon olcsó, 400 forintba kerül és az 1 liter, úgyhogy tényleg nagyon olcsó, és hát sokáig elég is. Nekünk ugye a zuhanyfülkénk az az egész tiszta üveg, és ezt nagyon-nagyon sokszor kell lefújni, hogy ne legyen viszkös és ne legyen csúnya, ilyen cseppes, és ez arra tökéletes, meg hát a csepptelepek tisztítására és minden másra is, úgyhogy ez a kedvenc fürdőszoba tisztítóm. És akkor a végére meg csak 3, hát ilyen otthon illat maradt. Az egyik az a Yankee Candle-nak a Candy Cane Lane tártya, ami ugye egy ilyen illatosító, és teljesen olyan illata van, mint a mentolos TikToknak, én imádom, nagyon finom illata van. A másik, mert ezt igazából egynek vettem, szóval akkor 4 van, ez a Yankee Candle-nek a Ginger Dusk tártya, ami egy gyömbér illatú nyilván. Fantasztikus ez az illat, nagyon-nagyon szeretem, és ősszel az egyik kedvencem, nagyon szeretem. A harmadik, az egy Kringle, nem is viasz volt ez, igen, hanem ez egy teamécses volt. Ez a Jingle All The Way, szóval ez igazából egy karácsonyi illat, de én már elégettem. És tényleg nagyon-nagyon finom illata volt. Kicsit karácsonyi, kicsit nekem olyan a gyerekkoromat idézi, nem is tudom, hogy pontosan miért, de fantasztikus volt, és ez ugye egy ilyen teamécses, hát egy nagy méretű teamécses végül is, és beillatozott egy egész szobát ennek ellenére, úgyhogy én meg vagyok vele elégedve teljesen. Jó volt ez is nagyon. Az utolsó termék az pedig egy DM saját márkás Profissimo diffúzer volt. Ez most éppen a citromfüves, előtte megvettem a gránátalmásat, és szidom magam, amiért ezt újra megpróbáltam, mert az előző is úgy volt, hogy 1-2 hétig fantasztikusan jó illat volt tőle, és még nagyjából akkor is a 3-4 ideig volt az üveg, és elment az illat teljesen. Na most ugyanezt történt velünk. Nagyjából 1-2 hétig tök finom illat volt, ez ugye a citromfüves volt, örültem, hogy na ez most jó lesz, és nagyjából egy 1,5-2 hét után szintén 3-4 ideig az üveg, és nulla illat, de semmi, tényleg is semmi nem lett volna. Úgyhogy én ilyet soha többet nem fogok venni, és nagyon haragszom is emiatt magamra. Azt hiszem, hogy ez ilyen 800 forint, vagy 1000 forintba kerül. Hát valami ilyesmibe, és tehát ahhoz képest meg szinte nulla, amit kapunk, úgyhogy én emiatt most nagyon haragszom. Úgyhogy ilyet nem fogok többet venni. És hát akkor ez ott van az utolsó termék. Azért még ezt még egyszer megmutatom, mert annyira finom tényleg. Aj, nagyon jó illata van. Na, úgyhogy ezeket használtam el, ami mostanában egy háztartásban elfogyott. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha így volt, akkor lájkoljátok. Írjatok esetleg olyan ilyen takarítószert, vagy tisztítószert, amit mindenképpen vegyek meg, mert ti nem tudtok nélküle élni, nektek az a kedvencetek. Nekem ilyen a Denkmit kendő, meg ez a Denkmit fürdőszoba tisztító. Egyébként a DM saját márkás cuccok között pedig nézzetek körül, mert tök jó dolgok vannak. Hát sajnos nem szponzorál a DM, pedig megtehetné, amennyi pénzt ott hagyok. Na mindegy. Úgyhogy imádom ezeket a Denkmi cuccokat, nézzetek körül ott is, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Legyen szép napotok! Sziasztok!